A gyöngyösi Belzenagy János gimnázium homlokzatára is felkerült a gyászlobogó. Itt egy perces néma csenddel emlékeztek meg a szombati tragédia áldozatairól, valamint a diák önkormányzat az iskola aulájában egy mécses gyújtott az áldozatok emlékére. Emlékük örökké van. Szombaton az olaszországi Verona közelében oszlopnak ütközött és kigyulladt egy 54 utast, főként magyar fiatalokat szállító busz, akik síelésből tartottak hazafelé. 16-an meghaltak, több mint 20-an megsérültek. A buszon nagyrészt a budapesti Szinyei Mese Pál gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok és családtagok utaztak. A Belzenagy János gimnáziumban 2 hete ért véget egy sítábor, és februárban indul egy újabb turnus Ausztriába. Ilyenkor egyből az ötlődik fel különösen, hogy ugye gimnazisták voltak az áldozatok, hogy mi lett volna, ha velünk történik, hogy mi lett volna, ha a barátommal, ismerősömmel, pattársammal, osztálytársammal, és különösen akkor ez a gondolat megfogalmazódik, hiszen múlt héten, vagy illetve azelőtt tért haza az iskolai sítáborunk. Tehát ez különösen borzasztó mindenkiben. Az elborzadás van csak, illetve gyász. A baleset körülményeit a magyar szakértők bevonásával még vizsgálja az olasz hatóság. Egyelőre még nem tisztázott, hogy mi okozta a balesetet. Spisák Bence, a Belzenagy János gimnázium diák önkormányzatának elnöke szerint az ilyen esetekre nem lehet felkészülni. Sajnos így, hogy bárkivel ez bármikor megtörténhet, de viszont ezt a tragédiát arra fel lehet használni, hogy beszélgessenek a fiatalok, illetve a diákok, és hogyha tényleg ennek a balesetnek valami szabály be nem tartás volt az oka, akkor tényleg azt a jogszabályi háttereket tisztázni kell, illetve szigorítani kell, de erre gyakorlatilag nem lehet felkészülni. Az ország és a térség szinte összes iskolája osztozott a gyászban, és megemlékezett valamilyen formában az áldozatokról.